valóban adjon békét nekünk az Úr, adjon nagyon sok papot az egyházának, és adjon nagyon-nagyon sok olyan világi hívőt, akik a papságot az ő saját maguk területén fel tudják fogni, és nagyon komolyan tudják is végezni azt a feladatot, amelyre, amelyre az egyház őket nemcsak, hogy feljogosítja, hanem buzdítja is. Kedves hallgatóink, Önök a Hit Kapuja című műsort hallgatják Székely János Püspök és Kindelman győzővel. És most egy kicsit térjünk át a pápaságra, mint intézményre. Talán az egyik legtöbbet támadott egyházi intézmény legalább. Persze manapság is, de a történelem folyamán mindenféleképpen. Korunkban egyre gyakrabban hallhatunk arról, hogy nyugati országokban, de talán még itt nálunk is már akár keresztény vagy egyházi emberek is bírálják a Atyát. Teológiai, főleg aztán erkölcsi, és elég gyakran egyház fegyelmi kérdésekkel kapcsolatban is. Nem is szólva talán a világiakról, vagy az egyházelenes médiáról, előkről, akik egyre erőteljesebben próbálnak felszíre kerülni. Az egyik leggyakrabban említett ilyen téma a pápai tévedhetetlenségnek a kérdése. És meg, vizsgáljuk meg, hogy valójában mi is ez a tévedhetetlenség, tehát mire vonatkozik, és milyen esetben számít mondjuk egy-egy pápai megnyilatkozás Tévedhetetlennek, tévedhetetlennek, tehát dogma erejűnek. Egyáltalán tudunk-e például ezzel kapcsolatban valamilyen szentírási részre hivatkozni, mert hiszen csak azok kedvéért, akik nem tudnak, Püspök atya, a szentírás tudományoknak a doktora is egyben, és ezért szeretem azt mindig, hogyha a szentírásból is valamelyest tudjuk eredeztetni, ami civil fejünkben felmerülő kérdésekre a választ. Hadd kezdjem ezt a választ is egy kicsit messzebbről, hogy megértsük ennek a, a hitigasságnak, ami a kereszténységben nagyon ősi, ennek a, az értelmét és gyökerét. A kereszténység meggyőződése az, hogy az Úristen szerette volna önmagát feltárni és közöl, közölni velünk, ezért öltött testet, hogy, hogy közel jöhessen az emberhez, emberi szívvel szeressen emberi szóval szólhasson, tehát hogy be tudjuk őt fogadni, meg tudjuk őt érteni. És az Isten célja az volt, hogy önmagát velünk közölje a szeretetét, az igazságát, a szépségét, a jóságát velünk közölje. Az Úristennek nem az volt a célja, hogy ez egy rövid kis epizód legyen az emberiség történetében 2000 évvel ezelőtt, hanem azt akarta, hogy mindenkor minden embere ezzel a titokkal találkozzon. Tehát ez a titok, vagyis az ő jelenléte, ami számunkra megközelíthető, érthető, fölfogható a szavai, a jelenléte, a kegyelme, a szeretete, ez mindenkor, minden ember számára elérhető maradjon. Ez a forrás, ez a titok tisztán, sértetlenül megmaradjon a történelemben. És a kereszténységnek éppen ez egy nagyon, meg, nagyon alapvető hit, igazsága az, hogy a, az a kegyelmi kincs, ami Krisztusban megjelent, ez a történelemben megőrződik. És én is, aki 2000 évvel később élek, a hiteles Krisztushoz eljuthatok róla, hallhatok az ő tanítását hiteles módon, hallhatom. Tehát van esélyem arra, hogy ezt a titkot megközelíthessem. Hogy ez valóban így lesz, tehát az egyház képes lesz tisztán, úgymond tévedhetetlenül a hit teljességét Megőrizni a szentségeket képes lesz a maguk kegyelmi hatásával erejével továbbadni. Erről maga Jézus ő, több ízben beszélt. Amikor például azt mondta a tanítványainak, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. Vagyis, ahogy a, az apostolok prédikálni fognak, abban ő maga fog továbbra is szólni. Vagy azt mondta. A búcsú beszédében hogy a Szentlélek majd elvezet titeket a teljes igazságra. Megtanít titeket mindanra, mindarra, amit ö, én mondtam nektek. Tehát a Szentlélek őrzi az egyházat, vezeti, hogy a teljes igazságot ö, megértse és megőrizze. És ugyanezt ígérte különlegesen Péter apostolnak, aki rábízta az egyházának az épületét, azt mondja te Péter, hogy az kőszikla, erre a sziklára építem egy házamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Egy régi városnak a különleges erőssége volt a város kapu, ugyanis ez volt bizonyos a legsebezhető pont is. A többi rész az kőből volt, ez viszont fából, tehát könnyű volt fölgyújtani, és általában ténylegesen ott támadtak az ostromló seregek, ezért nem ritkán két-három kaput is építettek egymás mögé, hogyha egyet fölgyújtanak, betörnek, akkor is egy újabb kapu megállítsa őket, föntről a bástyákról tudjanak lőni, és mégiscsak ki tudják az ostromlókat onnan űzni. Tehát egy városnak a legfőbb ereje, szimbóluma a kapuk. Voltak ezért mondja Jézus, hogy a pokol kapui, ez azt jelenti a pokol hatalma, nem fogja tudni az ő egyházát legyőzni. Vagyis Krisztus megígérte azt, hogy a Szentlélek az apostolokkal marad és megőrzi őket mindenfajta támadással szemben. Ez jelenti a szentségeknek a hatékonyságát mindenek előtt, vagyis azt, hogy Krisztusnak a szentségi kegyelmi jelenléte megmarad az egyházban. Szent Ágoston fogalmazta ezt gyönyörűen: hogyha Péter keresztel, akkor is Krisztus keresztel. És ha Júdás keresztel, akkor is Krisztus keresztel. Tehát a szentségek nem attól működnek, mert egy pap annyira nagy magas szintjén van az élet szentségnek, nem emberi erőből. Hiszünk abban, hogy az egyházunkban valóban Krisztus jelen van. És ezt, ezt mi emberek nem tudjuk, hála Istennek, a gyöngeségünkkel sem elrontani. Ez nem emberi teljesítmény. Ő megtestesült, és azóta is közöttünk van, titokzatosan közöttünk van és a szentségek az ő kegyelmi eh, ajándékai, az ő kegyelmi jelenléte. Kár Ráner úgy is hívta ezt a valóságot, hogy Istennek a legyőzhetetlen kegyelme. Tehát ez a végérvényes igen, amit ránk kimondott, amit nem fog soha visszavonni. Minden emberi gyöngeség ellenére ő önmagát akarta adni nekünk, és ez a jelenlét most már végérvényesen a történelemben ott van. És ennek egy másik oldala az igazság van való ö, hűsége az egyháznak, amit tévedhetetlenségnek is mondunk. Igen, gyakran ezt csak a pápára szokták érteni, pedig a katolikus hit szerint nem csak rásőt, talán nem is elsősorban rávonatkozik ez a hitigasság. Három olyan ö, szintje van a tévedhetetlenségnek, ahol ez a hit valóság megjelenik. Az első és leggyakrabban megtapasztalható, az, az az a dimenzió, hogy ha az egész egyház, minden keresztény valamit a Krisztus hittel kapcsolatban egyöntetűen val, abban a kereszténység nem tud eltévedni. Tehát ha valamit az egész földkerekségen egyformán hiszünk, megint csak ahogy említettem, a Szentlélek nem engedi, hogy az egész egyház tévedésbe kerüljön. Egy második eset a világ összes püspöke egyetemes zsinaton, vagy pedig akár szétszórtan is, de ha egyöntetűen valamit tanítanak, Róma püspökével nyilvánvalóan egységben, mert ő is a világ püspökei közé tartozik, még pedig minősített módon, akkor ebben sem tudnak eltévedni. És csak a harmadik, és inkább rendkívüli eset az, hogy a pápa egy szemében is. Ha és akkor mondom a három feltételt, hogy mikor uh, hisszük az, hogy a, a pápát a Szentlélek a tévedéstől megóvja. Az első feltétele, ezt így szokták mondani, hogy ex-catedra nyilatkozik, ami azt jelenti, hogy ex katedra Petri, vagyis Péter székéből, ami azt jelenti, hogy mint pápa, tehát nem úgy nyilatkozik, mint egy magánember, aki nem tudom a valamilyen kulturális kérdésről véleményt mond, vagy az egyéni gondolatait előadja. Tehát nem ilyen módon, nem magánemberként, nem egyszerű papként mondjuk, hanem mint Péter tehát mint az egyház feje. És ezt nyilván ki is fejezi, hogy most ő ilyen módon beszél. A második feltétel hit és erkölcs dolgában. Tehát nyilvánvalóan a pápának lehetnek saját elképzelései, tudományról, történelemről és nagyon sok minden másról. Egyáltalán nem gondoljuk, hogy ebben kapná ő a tévedhetetlenség karizmáját, mert a Szentléleknek a célja az az, hogy a hit, a kinyilatkoztatás, kegyelmi kincsét tudja őrizni és szolgálni, tehát ebben kapja a tévedhetetlenség karizmáját. Tehát hit és erkös dolgában, és a harmadik föltétel, hogy mind kötelező tanítást hirdesse ki, tehát határozottan fogalmazza meg, hogy ezt olyan módon tanítja, mint ami minden katolikus hívőre nézve kötelező, végérvényes hitigasság. Tehát ez a három együtt kell, hogy jelentkezzék, és abban az esetben dolgok erejű, amit a Szent Atya kimond, vagy hát közé tesz. Ilyen kérd... megnyilatkozások nagyon ritkák. Hat hadd kérdezzem meg egyébként, hogy eltelt az egyház történetében 2000 év. Nem fejlődött már a végső stádiumában, a végső tökéletességére, bocsánat, a dogma. Tehát ke kell még egyáltalán valahol, valamit még e, értéküként most vagy a közeljövőben, vagy bármikor kinyilvánítani? Krisztusnak... Jézus, azt mondja, Jézus azt mondta, bocsát az utolsó, bocsánat, most ugorít be nekem, hogy mindent tudtul adtam nektek, amit az atyától hallottam. Most még akar tudtul adni nekünk valamit? Tehát a kinyilatkoztatás lezárult e, Krisztussal. Ez azt jelenti, hogy... Ő benne az Úristen mindent átadott és mindent föltárt, ennél többet, ennél nagyobbat, újabbat nem fog és nem is tudna mondani, mert Krisztusban az Istenség teljessége lakott. De ezt a teljességet az ember soha nem tudja egészen befogadni, hanem csak nagyon töredékesen. Tehát a kinyilatkoztatás teljessége Jézus keresztjében, föltámadásában, tanításában ott van. 2000 év óta ez nem változik. Ennél többet az Úristen nem tud adni, de ennek az emberi megértése az tart a, a történelem végéig, mert az emberi értelem véges, tehát ebből a kimeríthetetlen titokból, ebből mindig újabb részleteket, meg mélységeket értünk meg. Akkor is, ha mondjuk egy hittitoknak a lényegét az egyház kezdettől fogva sejti, megfogalmazza, azért nagyon gyakran megtörténik, hogy az igazi mélységét, erejét, azt jóval később fogjuk föl. Hadd mondjak egy példát erre, Szent Ferencnek az alakja és az élete, döbbenetes erővel a kereszténységnek a, a szeme elé állította a szegény, alázatos, egyszerű Krisztust. És ezt mindig is tudtuk, hogy ő jászolban született, kereszten halt meg, de egy kicsit azért úgy háttérben maradt. Akár még a az ábrázolásokon is, a tronszéken ülő uralkodói Krisztus ez volt jellemző. Tehát Szent Ferencnek a, az alakja valami döbbenetes újdonságként hatott, pedig ő, ő olyasmit képviselt, meg olyan oldalát mutatta meg az evangéliumnak, ami mindig is jelen volt, csak talán nem figyeltek annyira rá. Térjünk hát akkor vissza, ugye az egyházi rendről beszélgetünk, az egyházi rend kapcsán pedig a pápaságra. Most talán kicsit nagyon belemenős leszek, de hát itt nekem kicsit az a feladatom, hogy azokat a kérdéseket is föltegyem, amelyek sok hallgatóban felmerülnek, de nem tudják kinek föltenni. Nos, én ezt megpróbálok én egy ilyet. Kérdés tehát nem a hitetlenségemből fakad. Nagyon sokszor vannak, akik azt mondják, hogy ahogy a püspök most említette, hogy ennek a hármas feltételnek kell eleget tennie annak, vagy ahhoz, hogy dogmaértékűnek minősíthetjük a Szent egy-egy megnyilatkozását, tehát hogy ex katedra hit és erkölcs. Mi volt a harmadik? És hogy minden, minden, kötelező. Tehát mi van akkor, hogyha a korunk égető hitbeli kérdéseire a Szentatya, mint ahogy II. János Pál és XVI. Benedek Szentatyánk is nagyon gyakran megteszi, nem ex-katedra. Csak egyszerűen apostoli levelek, enciklikák, vagy valamelyik dikasztérium által nyilatkozik meg az egyház, tehát valamelyik kongregáció által nyilatkozik meg a tanítóhivatal. Na most ezek akkor kötelező érvényűek -e ránk nézve. Ilyen például, hogy egy konkrét példát mondjak, és a leggyakrabban emlegetik a születés, szabályozásnak a kérdése. Az egyházunk bizonyos témákban vagy úgy érzi, hogy még nem jutott el arra a világosságra, hogy végérvényesen nyilatkozzon, vagy pedig maga a téma természetesen teszi ezt lehetővé. És például a születés szabályozásnak a kérdése, az kicsikét ilyen, de ez nem egy kinyilatkoztatott igazság. Tehát nem a Bibliából levezetett valami fajta magyarázat, vagy egy, egy, olyan erkölcsi törvény, ami már ott megfogalmazódik, és azt valami módon aktualizáljuk. Sokkal inkább a természet törvénynek egy magyarázat a keresztény szemmel, a kinyilatkoztatás fényében próbálja az egyházunk egy teljesen új problémára megtalálni a, a választ. Vagyis itt a pápa nem annyira a hit, hitet magyarázza, hanem a természet törvényt, majd mindjárt kitérek arra, hogy mit értünk ebben az esetben a természet törvény alatt. Tehát kicsit a dolog természetéből is adódik, hogy ez nem egy végérvényes pápai döntés volt, de abból is adódik, ahogyan az egyháznak a megnyilatkozása ezzel kapcsolatban megszületett. Ezt is hadd idézem föl, talán sokan tudják, de talán van, aki nem. A másik vatikáni zsinat alatt már ö, többen jelezték, hogy ebben a kérdésben fogamzásgátló tabletták ekkoriban ö, kezdtek elterjedni, és ez nagyon nagy aggodalmat okozott az egyházi vezetőknek, és hát sokaknak, ö, családosoknak is a, az életében. Tehát fölmerült már a zsinaton, hogy valamit ezzel kapcsolatban az egyházunknak kellene nyilatkozni. A Gabrium et Spesz egyébként ezt említi is, hogy majd a szentszék ezzel kapcsolatban egy pontosabb nyilatkozatot fog tenni. A zsinat idején nem alakult ki ebben egyetértés, annak ellenére, hogy már 23. János pápa egy kis bizottságot összehívott, ami orvosokból, teológusokból, stb. állt, de nem sikerült egy végső mindenkit megnyugtató megoldásra jutni. És ment tovább ez a, a megoldás keresés, egészen 1968-ig, amikor a Humáné Vité kezdetű enciklika megszületett. Ezt már nem a zsinat, hanem ezt a hatodik pálpápa személyesen ő, ö, 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 bocsátotta közre. Igen, tehát ez hatodik pálpápának a, az enciklikája. Ahogy említettem, ugyanez a bizottság folytatta a munkáját, de a munkája végén nem tudott teljes egységre jutni, volt egy többségi vélemény és egy kisebbségi vélemény, és hatodik pár pápa hosszas vívódás után az ő személyes meggyőződése miatt végül is a kisebbségi véleményt fogadta el. Tehát én nagyon sokat gyötrődött, imádkozott, de úgy érezte, hogy ezt kell tennie. Hadd menjek most bele egy kicsit a a témába is, mert azt hiszem, hogy csak úgy tudunk erről világosan beszélni. A, az enciklikának az alap állítása az az, hogy a, a, teremtő alkotta meg az emberi természetet, és a, a természet törvényéhez tartozik az is, egy nagyon mélyen a teremtő által akart törvényszerűség az, hogy ugyanaz a cselekedet, amivel a férfi és a nő az egységét, a szerelmét átéli. Ugyanebből a cselekedetből élet fakad, ez termékeny is. Tehát a két dolog, a szerelem az egyévállás férfi és nő között, és a termékenység össze van kötve. A kettő biológiailag, fiziológiailag azonos, illetőleg a kettő elválaszthatatlanul egy. Az enciklika tehát azt mondja, hogy ez a teremtőnek a szándéka. Hadd tegyek egy kis kitérőt, hogy a gyönyörű szép az, hogy ez így van. És ez azt is jelenti, hogy a Teremtő azt akarta, hogy az élet egy kisgyereknek, egy kisbabának az élete a szeretetből fakadjon. És nem is csak a fogantatásakor, hanem később is a szüleinek a szerelme legyen ott az élete mögött. Ez legyen a bölcső, amiben ő fölnőhet, kibontakozhat tehát az élet szeretetből fakadjon, és megfordítva is azt akarta, hogy a szeretetből pedig élet fakadjon. Ne záródjon egy páros önzésbe, hanem túlcsorduljon. Tehát egy nagyon mély szándéka a teremtőnek, ami összekötötte a szeretetet és az életet. És az enciklika azt mondja, hogy ezt önkényesen nem lehet ketté vágni. És azt mondja, hogy nekem csak az egyik kell, nekem most lehetőleg gyerek nem kellene, de a szexualitást magát, azt, azt pedig igen. Azt mondja az enciklika, hogy ez a teremtő törvénye ellen vét, legalábbis abban az esetben, amikor ezt mesterségesen teszi meg. Tehát mesterséges akadályt állít a szexualitás és a termékenység közé. De akkor mit válaszoljunk annak, aki, ahogy az eredeti kérdésemben is volt, hogy ha ez nem ex-katedra, akkor azért nagyon szép, és el persze szépet mond a Szentötje, és van logika is, és erkölcsi logika is benne, de mégsem kötelező érvényű rám nézve. Mondhat ilyet a katolikus keresztény? É, Tudom, ez most nagyon nehéz kérdés lehet adott esetben, mert én is hallottam vitatkozni már egyházi személyeket is. Érzésben igen. Tehát az egyházunknak a megfogalmazása az, hogy a, a hivatalnak az úgymond rendes, tanítását, tehát ami nem ex nem kötelező, azt is úgy szoktuk mondani, hogy vallásos engedelmességgel és tisztelettel kell fogadni, ami azt jelenti, hogy az ember nyíltan nem beszél ellene, nem mond, nem lázít, vagy meg egyéb dolgokat nem tesz az egyháznak az egységét, és a tanítóhivatalt ilyen módon tiszteletben tartja, de nem köteles feltétlenül elfogadni. Tehát ha a lelki jó szándékkal nem tud meggyőződni arról, hogy ez így van, akkor nem feltétlen köteles e szerint élni, és ezt egyébként a humáni VTN a nagyon nyilvánvalóan állítja és el is ismeri, amikor például a Szent Atya azt írja, hogy ha egy gyóntató, a gyóntatónak kötelessége megpróbálni az egyház tanítását közvetíteni, és erről úgymond meggyőzni a, a gyónot, de mondjuk, ha nem sikerül, és a gyónó azt mondja, hogy ő ezt nem, nem érti, nem fogadja el, nem tartja igaznak, akkor a gyóntató köteles a gyónónak a lelkiismeretét tiszteletbe tartani és föloldozni, tehát emiatt mondjuk nem tagadhatja meg a föloldozást, hogy ő ebben a kérdésben más módon döntött és más módon él. Van több ilyen kérdés is egyébként. Ez, ez, én most csak úgy kapásból mondtam ezt a fogalmazás szabályozás, de hát ugye az időnk most nagyon szűk, de jó néhány ilyen van, amiben lehet, hogy egy külön műsor témája lenne, hogy egyszer végigmenjünk menjünk ezeken, és azokat az indokokat, amelyet az egyház vall, és hogy miért valja ezt és ezt, érdemes lenne végigvenni. Nagyon érdekes, hogy az egyházunk itt a természetes módszerek mellett tört láncsát, és azt a, az, a tanácsot meg útmutatást adja a házastársaknak, hogy próbálják ezt ö, gyakorolni. Én úgy ö, van egy olyan sejtésem, hogy, hogy talán az orvostudomány is e felé halad, illetőleg lehetséges, hogyha fognak ö, sokkal biztosabban és könnyebben használható természetes módszereket találni, akkor sokkal inkább rá fog érezni az egész emberiség, hogy valóban. Ez ez a jó és ez a helyes megoldás már egészségügyi szempontból is, tehát nincsen semmilyen hátulütője, ami sajnos a, a mesterséges módszerek esetében mindig ott van. És akkor egy pillanatot vissza műsorunknak az eredeti témájára, az egyházi rendről, a papságról volt szó, a második része volt ez már így műsorunknak, és a világiak papi tevékenységéről is szó esett. Most, ahogy mondtad, Püspök atya, hogy a gyóntató papnak ilyenkor, amikor ilyen helyzettel találkozik a gyóntató szívben, el kell mondania az egyház véleményét. Na most nekünk világiaknak én szerintem itt, itt, is szintén valahol papi feladatunk lehet, hogy igen, ha ismerjük a pápai megnyilatkozásokat, igen, ha ismerjük az egy az álláspontját, akkor a mi embertársainkat e felé próbáljuk megterelni, és nem pedig kritizálni, és nem pedig lázítani csúnya szóval élve az egyház tanítása ellen. Kedves hallgatóink, nagyjából ennyi fért a mai műsorunkban. Hát reméljük tudtunk azért válaszolni a témával kapcsolatos kérdéseikre, még olyanokra is, szállam, amelyeket csak magukban félve mertek eddig föltenni. Én remélem, hogy következő hetekben, hónapokban lesz még azért néhány olyan kérdés vagy néhány hasonló is. Nyugod, ha viszont van kérdésük, akkor nyugodtan írhatnak nekünk a mariaradio.hu honlapon található e-mail címek valamelyikére. Legközelebb egy hét múlva hallhatnak minket ugyan ebben az időben, és ezzel búcsúznak a Hit Kapuja műsor szerkesztői Székely János Püspökatya és Kindelman győző. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenre kiámen!